Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Kértétek többen, hogy legyen GeForce GT 1030-ból ilyen bemutató videó. Tehát nagyon sokan kíváncsiak a teljesítményére, nagyon sokan kíváncsiak, hogy megéri-e megvásárolni. Ugye nem evidens sokaknak, hogy mit tud a videókártya. Szóval érdekes a dolog, mert ugye a 900-as szériában nem jött ki GTX 950 alatti videókártya, tehát GT 930, 940 az nem volt, és akkor vajon mit tudhat a GeForce GT 1030? Úgy gondoltam, hogy egy olyan videótesztet mutatok be, ahol a régebbi favorit videókártyával, a GTX 750 Ti-vel mérik össze. Ugye a GTX 750 Ti nagyon sokáig népkártya volt, sokan vettek ilyen videókártyát, azonban napjainkban már nem megfelelő árcédulával lehet kapni, tehát egyértelmű, hogy a korábbi népkártya ma már boltokban beragadt, túlárazott videókártyának számít. Egyébként GTX 750 Ti-t mind a mai napig lehet kapni. Tehát a népszerűbb játékok alatt, mint a Watch Dogs 2 vagy a Battlefield 1, azt látjuk, hogy nem sokkal pár FPS lemaradással szerepel a GTX 750 Ti-hez képest a GT 1030. Ugye, ha a GT 1030 árát vesszük, akkor 22-23 ezer forint környékén kapható, a GTX 750 Ti viszont még ilyen 40 és 50 ezer forint között, tehát egyértelmű, hogy a GTX 750 Ti-vel szemben a GTX 1030 egy sokkal jobb lehetőségnek számít, még akkor is, hogyha átlagban 4-5 FPS-sel kevesebbet tud a korábbi 750 Ti-nél. Ha nem veszük a GTX 750 Ti-t, hanem a mostani kártyákat, akkor azért húzós a helyzet, ugyanis Nvidia oldalon nincsen más ilyen alsó kategóriás videókártya, tehát hogyha 30 000 forint alatt szeretnénk újonnan venni Nvidia videókártyát, akkor valószínű a GT 1030 lesz az egyetlen opcionális döntés. Azonban felvetődik a kérdés, hogy ha nem Nvidia oldalon, akkor AMD oldalon az RX 550 560-nal szemben vajon jó választás lesz-e a GT 1030? Hát a válasz az egyszerű, az RX 550 is egy picikét komolyabb teljesítménnyel bír, mint a GT 1030, tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából azonos árban kapható a kettő, és így evidens, hogy az RX 550-et lesz érdemesebb megvenni. Ha ennél feljebb szeretnénk lépni, akkor az RX 560 jön, picikét komolyabb árral, komolyabb teljesítménnyel, akkor már az RX 560-at lesz érdemes. Nvidia oldalon meg a GTX 1050-et, aztán így mehetünk felfelé 1050 Ti. Ugye 1060-nak már az ára az megint megemelkedett, hogy az RX 470-480-nak is. Erős középkategóriás videókártyába gondolkodunk, sajnos nem lesz más lehetőségünk, mint a GTX 1060. Egyébként, mivel jóval drágában lehet kapni, mint egy évvel ezelőtt, nem nevezném remek árérték aránynak. Szóval a válaszom összegezve igen, a GT 1030 az megéri az árát, tehát Nvidia oldalon nem találkozunk még egy ilyen árcímkéjű és teljesítményű videókártyával. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! A Shadow Warrior YouTube csatorna támogatásra szorul, kisebb-nagyobb támogatásokat szívesen fogadok a csatorna további üzemeltetése, fenntartásának érdekében. Az adományokat a feltüntetett PayPal e-mail címre tudod küldeni. Nézz szét a csatornámon, remélem te is örömödet fogod lenni benne, és ha tetszett, akkor iratkozz fel. Ha nincs PayPal számlád, vagy esetleg nincsen módod anyagi hozzájárulással támogatni a csatornát, következő módon tudsz még segíteni: megnyitsz tőlem egy lejátszási listát, ahol fel vannak sorolva a videóim, majd 10-15 videón keresztül reklámokat megnyitva, jobb klik, megnyitás új lapon, így PayPal számlán kívül fáradtságmentesen is hozzá tudsz járulni a Shadow Warrior YouTube csatornához.